köszönni ki fog. Élőzni ki fog. Én nem. Na mindegy, ez csak egy gyorsan összekapott videó lesz, pontosan azért, mert érkezett a tegnapi csodálatos élőzés során egy komment, hogy esetleg, ha leírnám pontosan a technikát, hogy miről van szó, akkor lehet, hogy érdemben ti is hozzá tudnátok szólni, és esetleg lehetne valamiféle megoldást találni. Ugye itt technikai probléma nekem elsősorban az élővel szokott gondom lenni, több okból kifolyólag, úgyhogy majd most akkor én ezt meg is osztanám nektek, illetve veletek. Tehát körülbelül ez a cucc, nem egészen, de hogy nagyjából ez a technika, amit használok élőre, használnék élőre, több-kevesebb sikerrel, csak ez nem feltétlenül akar összejönni, és akkor majd mindjárt be is számolok róla, hogy pontosan miért, és akkor belemegyünk a részletekbe. Előjáróban annyit, hogy internet, illetve szolgáltató. Korábban én a Pannont használtam, az egyébként amire kellett jó volt, nem is nagyon váltottam, már korábban azért nézegettem, hát találok olcsóbb lehetőséget, de akkor csak ez volt az indítatás, 5600 valány forint per hó, és ez 50 gigabyte adatot engedélyezett nekem havonta, ami elég is volt, soha nem merítettem ki, viszont amióta elkezdtem élőzni, és mondjuk lementek az élő tesztek, amikor már kipróbáltam a technikát, megnéztem, hogy mit, hogyan lehetne csinálni, meg amikor már lement az aerobik 1, aerobik 2, akkor utána észrevettem, hogy ez bizony, hát gondolom az élő, az adatot igencsak fogyasztja. Tehát most például március közepére már az 50 gigából nem maradt csak valami 10 gigám, ami azért nem olyan hűden nagyon sok, tekintve azt, hogy még én akarok majd feltölteni egyébként is ugye felvett videókat. Szóval úgy döntöttem, hogy akkor megint nekiállok nézelődni, hogy nincs esetleg valami más a piacon, és találtam olyat a Vodafone-nak tavalyi év második felében jelentetett meg, Mobilnet XXL vagy valami ilyesmi néven egy csomagot, ami ugyanígy egy ilyen Mobilnet szolgáltatást tesz lehetővé, ugyanúgy 5600-700 forintért, viszont az korlátlan. És akkor arra gondoltam, hogy na ez nekem tökéletes lenne, ha ilyet találtam volna korábban, már akkor is lehet, hogy váltottam volna rá, mert azért mégiscsak nem mindegy, hogy ugyanannyiba kerül, ugyanaz egy az egyben, de mégis korlátlan, és akkor nem kell nézegetni azért időnként az adatot. Tehát én azt akkor úgy döntöttem, hogy kipróbálom. És amikor én ezt megrendeltem a Vodafone-os kártyát, akkor azzal kezdtem rögtön, majd mindjárt beszámolok ezekről a készülékekről is, hogy beletettem ebbe a telefonba, vagy belerakhattam volna egyébként a tabletbe is, mert ez is szimkártyás. Mert én tudtam nagyon jó, hogy azért térerővel itt egy kicsit hadilábon állunk, legalábbis ami a Pannont illeti. Tehát itt a telefon nekem ilyen egyes, tehát nem is tudom, 5 skálát mutat ez elméletileg, mindegy, ahol a térerőt mutatja. És amikor beleraktam a Pannonos internetes kártyát, akkor egy ilyen egyegységet mutatott az 5-ből. Néha nagy ritkán felugrott esetleg 2-esre, de akkor az már hű, de nagyon komoly dolog volt. Szóval amikor megjött a Vodafone-os új internet csomagnak a kártyája, beleraktam a telefonba, már csak azért is, hogy a PIN kódot kiüssem, aztán bele tudjam ugye tenni a routerbe, amit majd szintén megmutatok, hogy mi az. És valóban én jól néztem megrendelés előtt, hogy a Vodafone-nak milyen itt a lefedettsége, a térkép alapján jobbnak tűnt, nem sokkal ugyan, de jobbnak tűnt, és valóban úgy mutatta itt a térerő ikonnál, hogy egy olyan 4-es körül ficergett, úgyhogy azt gondoltam, hogy akkor már eleve jó döntést hoztunk meg, mert hogyha jobb a térerő, akkor elméletileg jobb lesz majd a szolgáltatás minősége is. De hát ez egyre inkább kezd bebizonyosodni, hogy nem feltétlen van így. Ugyanis a tegnapi élőzés során, ugye az aerobik 3 során sajnos akadtak technikai gondjaim, és nem csak olyan gondok, hogy ez az applikáció, amit használtam korábban, nem akart működni, hanem olyan is, hogy például a Vodafone nem akart működni. Úgyhogy én ma csináltam egy olyat, most március 31-e van, ugye tegnap március 30-án volt az élő, március 31-e van, tehát én ebben a hónapban mondtam a Pannonnál a szolgáltatást, úgyhogy még ma van az utolsó nap, hogy még egyébként az a kártya él, és nem is dobtam ki, milyen jól tettem, mert gyorsan ma eszembe jutott, hogy csinálni kéne egy sebességtesztet. Úgyhogy csináltam egy sebességtesztet, a Pannonnál az azt jelentette, többször egymás után, úgyhogy a router egy helyre, egy pontra volt lerakva, és körülbelül 4 alkalommal csináltam egymás utánban gyorsban ilyen tesztet, ami olyan időt mutat, van valami ping, nem tudom, ez gondolom valami időt mutat,
Ja igen, azzal akartam egyébként kezdeni, hogy alapvetően a csatorna témája távol áll az ilyen technikai dolgoktól. Én ezért nem is akartam ezzel korábban foglalkozni, csak mivel jött ez a komment, bla bla bla, így kezdtem ennek a videónak neki. Ennek is megvan a miértje, mert most lesz ma is majd megint egy élő próba, de erről majd a videó végén. Tehát, ez a ping, ez általában ilyen 30-40 millisekundumot mutatott, ez gondolom a millisekundum volt, tehát a mértékegységből adódóan, hogy ez valami időt mutat, hogy mennyi idő alatt tölt be, vagy nem tudom pontosan. Egy olyan 30-40-et hozott ki minden alkalommal, minden mérés esetén, és akkor utána ott volt ugye a letöltés, meg a feltöltés. A letöltés az azt jelentette, hogy egy olyan 5 alá sosem ment, tehát egy olyan 6-7, átlagban olyan 6-7 megabit per szekundumot, vagy megabit per nem tudom micsodát jelzett. Én ezzel nem vagyok tisztában, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire nem, viszont volt egy kis mankó, ugyanis az adatok, az értékek alatt volt mindenhol 5 darab csillag. Tehát akkor, amikor kidobta az értéket, akkor mutatta azt is, hogy 5 csillagból ez körülbelül mennyinek felel meg, és ilyenkor, amikor ezt a 6-7 megabyte, vagy megabit per akármicsodát mutatta letöltési sebességre, akkor 2 csillagot mutatott. Úgyhogy ebből én azt gondolom, hogy nem a legerősebb, tehát nem véletlen, hogy néha-néha szaggatott, néha-néha nem úgy akarta, hogy annak működnie kéne, de ennek ellenére mondom, azért elég jól használható volt. A feltöltési sebesség pedig akárhányszor mértem, mindig ugyanezt mutatta, 11,5-12 között. Ott nem is emlékszem egyébként, hogy ez hány csillagot mutatott, szerintem ez se olyan hűden nagyon erős, és ha nem tévedek, erősítsetek meg benne. Ugye mivel most élőzésről beszélünk, vagy videó feltöltésről, ha beszélünk, ott a feltöltési sebesség az optimális, illetve a mérvadó. Úgyhogy nem tudom, hogy ez mennyire elegendő, vagy mennyire nem. De hát gondolom, amikor élőzöm, akkor kell a letöltési sebesség is, nem? Hogy a YouTube ugye a bizonyos eszközön keresztül az azért biztonságosan fusson. De hát nem hiszem, hogy ezek olyan nagyon jó értékek lennének. Na mindegy, és beleraktam vissza a pannont a routerbe, a routerbe, és azzal is csináltam ugyanis sebességtesztet, a router ugyanott volt letéve, ugyanúgy nem mozdítottam, ugyanúgy végeztem egymás utánban majd 4 vagy 5 ilyen tesztet, és hát még rosszabb eredményeket kaptam. Talán ez a ping, vagy micsoda, ez ugyanaz volt, ilyen 30-40 körüli, de a letöltési sebesség egyetlen egy alkalommal ugrott fel 4 egész valamennyire, idézőjebe ugrott fel 4 egész valamennyire, a többi eredmény az mind ilyen 1,2, 1,5, 1,6 és hasonló eredményeket hozott. Néhol nem, hogy egy csillag nem szerepelt az 5-ből, hanem egy sem. Tehát innen kezdve hiába van itt jobb lefedettség a térkép alapján, vagy mutatott jobb térerőt például a telefon alapján. Hány tálkutya? Úgy látom, nem ízlik az abba. Ott van valami kis pipamocsok elszórva, majd mindjárt takaríthatok. Tehát én úgy vettem észre, hogy akkor a Vodafone nem a legjobb választás volt, ezzel csak az a baj, hogy ugye 12 hónapos hűségidő, és ezt nem is tudom visszamondani, mert szerintem most már egy ilyen 10-14 nap eltelt. Ugye elméletileg internetes vásárláskor van rá ez a talán 10 vagy 14 napod arra, hogy mondjuk visszamond a szolgáltatást, bár nem tudom, hogy ez ilyenkor érvényes-e, amikor ilyen hűségidős dologról van szó. Úgyhogy eléggé elkeserítő a helyzet, tehát nem véletlen, hogy tegnap az Aerobik 3-nál egyszerűen szaggatott, sokszor, sokkal rosszabb volt, mint mondjuk amikor a pannonnal élőztem. Úgyhogy sajnos úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatban megszívtam. Na de ami a technikát illeti, még akkor, hogyha a wifi-ről beszélünk, akkor kezdjük a routerrel. A router egy ilyen mini, vagy zseb wifi-nek nevezett, zseb routernek nevezett valami, és nekem azért van szükségem erre, hogy több eszközt tudjak vele használni. Tehát ugye tök egyszerű lenne a történet, ha fognám, beleraknám mondjuk magába, a tapicskolósba azt a bizonyos SIM-kártyát, amit kapok a szolgáltatótól, és azon keresztül megy a net. Igen, nem. De nekem pont az a lényeg, hogy mondjuk a nagy gépet is tudjam használni, és ugyanúgy tudjam akkor az internetet azon keresztül is használni. És ugye eleinte nekem ez a tapicskolós eszközön volt, ez is SIM-kártyás, de ez olyanra nem is képes, hogy Wi-Fi hotspotként használható, szerintem, mert ez még egy nagyon régi történet, majd mindjárt beszámolok erről is. Szóval az a lényeg, hogy nekem ez a zseb router ezért kell, hogy több eszközt tudjak használni, de mégis kicsit tudom hordani, hozni, vinni magammal. Egyébként ez a TP-Linknek a MS7200 vagy 7000 vagy valami ilyesmi névre hallgat. Ez nem tudom, hogy mennyire képes akárhány G-re. Nekem 5G-re úgy sincs szükségem, szerintem a 4G az tökéletesen elegendő arra, amire kell. Még ha élőzésről beszélünk is.
de szerintem a 4G-t tudnia is kéne. Most nem tudom, meg kéne nézni pontosan a technikai paramétereit ennek a routernek, mert már nem emlékszem rá, ugye én ezt már nagyon régóta használom, gondolom igazából nem volt sosem vele. Szóval, ott kezdődött a galiba akkor, amikor élőzni akartam, hogy mégis hogyan oldhatnám ezt úgy meg, hogy azért mégis értékelhető kép és hang szülessen. Mert én kiindultam eleve ebből, ez a hülye vagy, MediaPad M3 Lite, vagy hülye vagy-e, vagy micsoda, hüvely. MediaPad M3 Lite, tehát ez a kisebb verzió, és én arra gondoltam, mivel ezen is van kamera, ez is csatlakozik a nethez, ezt is lehetne használni, de ez akkor a nagy lapát, meg böszme, de nem is ez a gond, hanem a régi rendszert használ, és tényleg a kamerá is, mivel egy régi eszköz, a kamerá is elég pocsék, a képe, jobban mondva. Tehát nagyon sokra nem mennék én ezzel, úgyhogy arra gondoltam, hogy van nekem egy akciókamerám, DJI akciókamerája, az egyes, az első kamera, amivel kapcsolatban van egy olyan opció, hogy lehet vele élőzni. Annak ellenére, hogy az sem egy mai technika már, de hogyha csatlakozik az applikációhoz, a DJI Mimo applikációhoz, ott van egy olyan opció, hogy élőzés. És én arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, akkor tényleg csak az akciókamera egy ennyi kis akármicsoda, esetleg ezt használom külső képernyőként, és akkor tényleg egy elég könnyű kis cuccom van, amit tudok élőzésre használni, jönni-menni vele, milyen egyszerű akkor a dolog, csak éppen valamiért nem akart csatlakozni hozzá. Úgyhogy kénytelen voltam felvenni az ügyfélszolgálattal a kapcsolatot, egy napunk ráment, meg többször is beszéltem velük, stb. Úgy ilyen csetes akármin keresztül, a supportja egyébként nagyon jó a DJI-nak, tehát tényleg van valaki a világ másik végén, akivel egy-egyben beszélsz, nem csak egy robottal. És végül arra jutottunk, hogy az én eszközöm, ez a hülye vagy, MediaPad 3 Lite, vagy micsoda, ez már annyira elavult, hogy valószínűleg egy új eszközre lenne szükségem. Ugye ez Windows Android 7.0-át használ, elméletileg még egy kis csalással fel lehetne ezt frissíteni Android 9-re vagy 10-re, nem tudom, de ott már megvan annak a kockázata, hogy mondjuk gajra megy a készülék, úgyhogy ezzel nem akartam kockáztatni, de készüléket sem akartam venni újat, mert mondom, nekem úgy sincs rá szükségem, de csak rábeszéltek, illetve hát rábeszéltem magam, úgyhogy ezért vettem egy telefont, és azért telefont, nem pedig tabletet, mert ezt is tudom úgymond tabletként használni, csak kisebb méretű, még kompaktabb, arra, hogyha úton vagyok, akkor arra nekem bőven elegendő a kisképernyő is, hogyha meg kell nézni valamit, információra van szükség, ezt meg eladni úgyse tudnám, mert néztem a használt piacon, hogy 45 ezer körül kém mozog, úgyhogy úgyse tudnám eladni, az jó lesz majd itthon nagy képernyőre. És akkor sokáig gondolkodtam, hogy milyen telefont kéne venni, ami nekem arra, amire kell, arra megfelelő legyen. Ugye én nekem ez egy teljesen új téma volt, én nem értek ehhez, úgyhogy muszáj voltam gyorsan információkat begyűjteni, beszerezni, hogy mi mire való, mire elegendő, mire jó. Sokáig a Xiaomi-nak a 12 Pro 5G-t, vagy mit akartam venni, de az eladó nagyon sok időn keresztül egyszerűen csak nem reagált, nem válaszolt, mert még volt egy kérdésem is. Egyébként ott vettem volna egy olyan készüléket, és közben találtam még olyan információt, hogy Samsung A52S. Ez már tud 4K-t is, hogyha a kamerát nézzük, hogy mégis mire képes, jobb minőségű kamerák vannak benne. Mindegyik csak 30 fps sajnos, ez szerintem hülyeség, tehát nem értem, hogyha európai rendszert használunk. Ha európai piacra szánnak telefont, akkor miért nem használnak európai rendszert a telefonokban? Tehát mondjuk akkor az 50 Hz, ugye a PAL systemről beszélek, hogy 50 Hz és 25 fps, mindegy. Rájöttem egyébként, hogy mégsem olyan jó a képe, legalábbis a dedikált kamerákhoz képest. Szóval nem nagyon fogom én ezt talán kihasználni, de arra gondoltam, hogy akkor mégiscsak legyen egy Samsung. És még ami feltétel volt nálam, hogy legyen rajta jack csatlakozó, pontosan azért, hogy tudjam külső mikrofonnal használni, hogy el tudjak távolodni a készüléktől, és tudjak úgy is csacsogni nektek, és értékelhető kép mellett értékelhető hangot is produkálni. És akkor milyen jó lesz majd, megkapom, megveszem ezt a telefont, 45-ért vettem, használtam, többet nem is akartam rááldozni, még véletlenül se, tehát új telefon szóba se jöhetett volna, hogy ezt csak felrakom egy állványra, beledugom a kamerát, ugye az adóját, a mikrofon, bocsánat, a mikrofonnak az adóját ide, vagy a vevőjét ide, és akkor használom ezzel a mikrofonnal. Igen ám, csak utána rájöttem, sajnos későn vásárlás után, hogy a Samsung az rendszeresen küzd olyan problémákkal, hogy mondjuk az USB-C portja nem megfelelően működik, ahogy éppen kedve van, úgy működik, a jack csatlakozó szintén nem megfelelően működik, ahogy éppen kedve van, úgy működik, és én ezekre akkor jöttem rá, amikor a gyakorlatban ezt megpróbáltam kipróbálni, tehát összedugni a mikrofonnal, ezzel-azzal, és nem működött. Úgyhogy megpróbáltam még úgy csalni vele, hogy rátelepítettem egy olyan külső kamerás alkalmazást, ez az Open Camera nevű applikáció,
ami egyébként sokkal több beállítási lehetőséget tesz nekem lehetővé, tehát jobb képet tudok elméletileg produkálni, és láttam is, hogy már az alapbeállításokkal sokkal jobb képet kaptam, mint eredetileg a gyári kamerás beállításokkal, ami rajta van ezen a készülékem. Illetve ott van a menüben egy olyan pont, hogy külső mikrofon használata, zárójel, ha van. Én ezt be is pipáltam, ennek ellenére hiába dugom be a mikrofont, nem érti, nem érzi. Akárhány mikrofonnal kipróbáltam, ami van, ami lehetőségem van, egyiket sem érzékelte. Egyébként a tabletem is ezt csinálta, hogy amikor rádugtam a vevőjét ennek a mikrofonnak, a jack dugóra, a jack csatlakozóra, ez se érzékelte a hangot, meg a mikrofont. Viszont amikor erre feltelepítettem ugyanazt az alkalmazást, az Open kamerát, és beállítottam ugyanúgy a menüpontban azt, hogy külső mikrofon használata, hogyha van rá lehetőség, onnan kezdve ez működött. Tehát akkor már nem csak a belső mikrofonja működött a készüléknek, hanem ez a mikrofon is. Na mindegy, mivel ez sem működött megfelelő módon, ezért akkor arra gondoltam, ja igen, egyébként biztos, hogy nem a csatlakozóval van a gond, mert én beledugtam a füles az működik rendesen, tehát fülesen keresztül tudok mondjuk különböző médiafájt nézni, és hallom. Tehát biztos, hogy nem azért, mert esetleg valami tönkrement volna a jack csatinál, vagy mert kontakthibás lenne, vagy mert koszos lenne. Én is megpiszkáltam először, aztán utána jöttem rá, hogy nem is kéne nekem ezt nagyon piszkálgatni, takarítgatni, megpróbálni, hanem ezt először megnézni fülessel. És amikor megnéztem, hogy fülhallgatóval működött rendesen. Ami a C csatlakozót illeti, ott pedig olyan gondjaim voltak egyébként, hogy amikor C csatlakozón keresztül próbáltam meg egy másik mikrofont rádugni, akkor meg egyszerűen szintén nem érzékelte. Van C csatlakozós OTG kábelem, rádugtam, és arra is azt írta ki, hogy az eszköz nem kompatibilis. Szóval azért mondom, hogy a Samsungnak vannak ilyen agymenései, csak sajnos ez nekem későn vált ismerté. Tehát mivel ezzel se tudtam megoldani az élőzést, akkor jött az a részben, hogy mondom, térjünk vissza az eredeti tervhez, hogy használjunk rendes kamerát az élőzéshez, és ehhez szükségem volt egy olyan eszközre, 8-10 ezer forint, ez a Hamának, tehát még véletlenül se próbáltam meg olyan nagyon no-name ismeretlen márkát, hiába javasolták, hogy működik jól, de mégis legyen azért egy nevesebb gyártónak a valamije. A Hamának van egy ilyen, hát ez olyan, mint egy USB stick egyébként, egy ekkora kis történet. Itt van egy HDMI kábel, ami ugye jön a kamerából, és itt pedig egy USB kábel, egy USB-C, ami viszont bele tud jönni ide a telefonba. És ennek az lenne a lényege, hogy a telefont használhatom, mint külső kijelző, tehát mint nagyobb kijelző, és akkor nagyobb képen látom azt, hogy mit lát a kamera, tehát a beállításokat könnyebben tudom megoldani, de ami a legjobb az egészben, hogy innen kezdve, hogyha én ezt ugye beledugom a kamerát a telefonba, akkor én tudok úgy élőzni, hogy a kamera képét, tehát egy normális, jó értékelhető képet kapunk, és azt tudom közvetíteni élőben, úgy, hogy a telefon a Wi-Fi-n keresztül csatlakozik ugye a YouTube-hoz, és akkor itt tudok élőzni. És azért is jó így, hogyha esetleg tudom ezt a kamerát használni, mert ezen egy olyan objektív van, hogy tényleg távoli pontokra is rá tudok közelíteni, tehát egészen távoli dolgokat is meg tudok könnyedén mutatni. A külső mikrofonnak köszönhetően el tudok ugyanúgy távolodni a kamerától, ugyanúgy tudok akkor csacsogni a távolból nektek, tehát ez mind-mind akkor ugyanúgy kép- és hangminőség romlás nélkül egy normális élőzést eredményez. Ezzel csak annyi volt a gond, hogy ehhez kellett egy külön applikációt telepítenem a telefonra. És akkor itt jönnek az applikációs dolgok. Először, amikor feltelepítettem az USB Camera Pro nevű applikációt, még véletlenül sem az ingyenest, mert az ingyenesre az volt az információ, hogy az is működik rendesen, csak annyi, hogy minden egyes alkalommal, amikor te élőzöl, vagy rácsatlakozol élőzés miatt egy szerverre, minden alkalommal be kell írni ugyanúgy az élőző, vagy ennek a YouTube szervernek a honlapját, vagy ezt az URL linkjét, meg a kulcsot, meg a mindent. Viszont, hogyha a Pro verziót, tehát a fizetőst veszed meg, és töltöd le, ami egy olyan 2500-3000 forint volt, tehát nem tétel, és én ezért is töltöttem le egyből ezt, akkor onnan kezdve, hiába akárhányszor csatlakozok majd, és kezdek élőzést, minden beállítás marad ugyanúgy, és akkor sokkal egyszerűbb a történet. Igen, ám ezzel csak annyi gond volt, hogy nem akart csatlakozni sehogy sem a szerverhez. Próbáltam úgy, hogy beírtam, próbáltam úgy, hogy bemásoltam ezt a szerver URL linket, meg a kulcsot, meg a mindent, sehogy sem működött az anyjába se, hiába kértem segítségét attól, aki például videóban mondjuk az egyik videónál ajánlotta ezt az izét, ő is azt mondta, hogy be kell a beállításokba írni ezeket a dolgokat, mondom, beírtam, de akkor is azt írja ki, hogy a szerverhez nem tud csatlakozni. Szóval nem találtunk rá megoldást, ez az applikáció ugrott. Feltöltöttem egy másik applikációt, ez a Camerafy Live, és ezzel tudtam megcsinálni a teszteket,
még először nyögvenyelősen, de utána azért már finomodott a dolog, meg az aerobik 1-et, az aerobik 2-t. És működött is szépen. Egészen tegnapig, az aerobik 3-ig. Amikor úgy gondolta, hogy neki már pedig ez valamiért nem pálya, és nem akarja azt csinálni, amit eddig csinált. És akkor ott a sok szentségelés meg az erőködés közepette, egyszer valaki írta, és pont láttam, meg én reagáltam is rá, csak nem hiszem, hogy ti azt esetleg hallottátok, meg ugye én azokat a hülye videókat már le is töröltem, csak a legvégét hagytam fel, az aerobik 3-at, ami szintén értékelhetetlen a Vodafone-nak a gyengesége miatt. Szóval írta is valaki, hogy próbálja meg újra telepíteni az applikációt, hát akkor menni fog. Csak én ezt mondtam is neki, hogy én ezt most, ha újra telepítem, akkor nem tudom, hogy mennyi időt vesz igénybe, addig ugye nem megy az élő, inkább próbáltam valahogy mégiscsak összehozni, illetve utána nem tudom, hogy akkor a beállításokat, hogy már én annak idején hogy csináltam meg, lehet, hogy megint mindent újra be kell írni. De aztán végül is a sok hülyeség után eljutottam odáig, mikor már elköszöntem, és akkor már lement úgymond az élő, hogy mégiscsak megnézem, gyorsan feltelepítettem, hát ez gyors azt jelenti, hogy ilyen 4-5 perc alatt húzta le, és amikor feltelepít újra, akkor viszont már működött rendesen. És az, ami az Aerobik 3 címen fut, és most is elérhető a neten, nálam a csatornán, az a videó, az a fél órás, körülbelül fél órás videó, amit már úgy tudtam megcsinálni az újratelepítést követően. Viszont ott meg azért értékelhetetlen sokszor a kép meg a hang, mert mint mondtam, a Vodafone. Tehát a Vodafone, ha működik, akkor tök jó, akkor hirtelen behozza azokat az oldalakat is, amit a Pannon nem volt képes behúzni, hirtelen például gondolok itt az időképnek a felhőképre, ami egy animált képet mutat, ott is nagyon sokszor gondolkodott vele, viszont a Vodafone azt rögtön lehúzta. A jófogás, nem akarok reklámot csinálni nekik, mert nem érdemlik meg, mert amióta az oldal létezik, soha az életben nem tudták megcsinálni felhasználó baráttá. Tehát akkor, amikor egy ekkora kis kockába kell üzenetet írni, és belefér néhány karakter, és nem tudod kinagyítani, tehát nem tudod áttekintetően megnézni normális módon, azt, hogy mit írsz például, na mindegy, ez csak egy dolog. Tehát azt az oldalt is elég nehézkesen töltötte be a Pannon, a Vodafone tök jól betöltötte. De mondom, amikor a Vodafone nem működik, akkor egyszerűen nem működik. És tegnap is sokszor kiírta az élőzés, az újbóli feltelepítés követő élőzés során, hogy a hálózattal valami gondja, baja van. Tehát úgy nagyjából ennyi lett volna, most ezt így képekben még mindjárt megmutatom nektek, hogy akkor hogy áll össze ez a cucc. Itt ugye... Azt hiszem, hogy nem hagytam ki semmit, remélem, hogy nem hagytam ki semmit. Amit még nem említettem meg, a mikrofon, amit végül is használok, az egyik, illetve hát most már a fő mikrofonnál lépett elő, amit most már, és ezt bátran ajánlom mindenkinek, ez a Seven Rimsnek a Airy DW30 nevezetű mikrofonja, ami ugyanúgy áll egy vevőből, ami most azon a kamerán kap helyet, hogy tudjak nektek csacsogni, és van hozzá két mikrofon, ugye itt az egyik, itt a másik, és ezzel maximálisan meg vagyok elégedve, egy hátránya van csak, hogy elég olcsó János kopogós műanyagból készült, amit én egyszer kérdeztem valamit, a gyártótól is jeleztem, és nekik, ha összeraknak ezt egy normális anyagból, sokkal jobban örülnék neki, még hajlandó lennék kicsit többet is fizetni, áldozni rá, mert így eléggé sérülékeny, tehát nekem nem véletlenül van itt a mikrofon, azért, hogy ne sérüljön. Másrészt meg én amúgy is csinálok olyan videókat, ugye, amikor mondjuk dolgozok valamit, magamhoz veszek munkaanyagot, stb. És így is már varalt egy karc, nem tudom, hogy keletkezett rá. Tehát mindenképp jobb hang szempontjából is, hogy amikor ugye elforgatom a fejem, akkor is ugyanolyan minőségű és hangerejű hangot kaptok. Tehát mindenféle szempontból jobb itt elhelyezve a mikrofon, mintha ide raknám. Tehát akkor ezt a mikrofont ezt bemutattam, a hamát elmondtam, az nem tudom, hogy ez a capture card pontosan milyen névre hallgat. Hama, hát most betűzni fogom, URAGE. 9-10 ezer forint volt, és ezt teszi lehetővé, ugye, hogy a HDMI jelet USB-C, illetve hát USB-vé alakítja, és akkor így tudja közvetíteni a telefon számára. A kamerának a márkája ebből a szempontból lényegtelen, használhatok másik kamerát is, tök mindegy, aminek van HDMI csatlakozója, de én Panasonicokat szoktam használni, mert elsősorban azok a videósok, most ez sem lényeg ebből a szempontból. A telefont azt mondtam, hogy Samsung A52S, a Wi-Fi-t mondtam, hogy a Wi-Fi routerem, ha jól emlékszem, DS vagy MS, a TP-Linknek a DS vagy MS 7200-a vagy 7000-se, nem tudom milyen névre hallgat, és ugye az élőt én még úgy szoktam megcsinálni, hogy... Itt nem a kamerának az aksia szerepel, hanem van egy úgynevezett, hát egy ilyen dummy battery, nem tudom ezt minek nevezi a magyar, egy ilyen áll aksi, amit belerakok a kamerába, és ezt egy powerbank segítségével folyamatosan tudom táplálni,
és ennek köszönhetően biztos, hogy nem merül le, mert ugye amikor volt az aerobik 1-2, ott azért egy 2 óra hosszán keresztül ment a történet. Egyáltalán nem tűnt annyinak, de azért elcsacsogtuk az időt, és ott is inkább már azért kellett majd lépni, mert a telefont viszont közben nem tudom sehogy sem tölteni, mert ugye az USB-C portja az foglalt, és ugye az kezdett már merülni, tehát amiatt kellett megszakítani, befejezni az élőzést. Szóval itt a táskában foglal helyet még egy-két ilyen eszköz, vagy ezen a kamerán van ND-szűrő, esetleg azt is, hogyha le kell, akkor leveszem, belerakom a táskába. Ide rakom bele a wifi routert is, tehát itt van rögtön az összes cucc közelében, és eddig mondom, nem is volt gond. A Pandonnal, a Vodafonnal már így sem nagyon akartam, amit kellett volna. És ugye ezen keresztül megnézem én is az adást, illetve azt, hogy mit írtok a cseten. Tehát nagyjából ez így áll össze. De meg is mutatom közelről, hogy körülbelül lássátok, mert azt hiszem, hogy valaki írta is, hogy őt ezen mikrofon érdekelné jobban, de ugye akkor annak a nevét elmondtam, remélem nem hagytam ki semmit. És akkor térünk rá majd még a videó végén az élőzésre, el ne felejtsem. Tehát közelebbről megnézve a dolgot, ugye van a kamera, nem lényeg, abból kijön a HDMI kábel, ami ezen keresztül, hamának ezen a átalakítóján keresztül megy bele a telefonba. És akkor a telefonon keresztül kapom a képét a kamerának, illetve a Wi-Fi-n keresztül ez képes akkor elméletileg az élőt szolgáltatni. Itt meg már csak a mikrofont láthatjátok pluszban, amiben van kötve a megfelelő helyre. Ugye a mikrofonnak ez a doboza. Itt van az adó, akkor a vevő, akkor amikor ugye benne van a dobozba és tölti. Itt van a másik mikrofon, amit használok közben a sapkán, meg itt van még egy másik. Hogyha esetleg egy interjú során ugye két mikrofonra van szükség. Egyébként meg innen az aksi helyéből jön le egy kábel. Ugye ez megy bele az aksi helyére, és megy oda egy powerbankhoz, illetve a wifi routert is itt helyezem el. Tehát körülbelül így áll össze a cucc. Ez még mindig azt mondom, hogy könnyű ezzel a karbon állvánnyal, elég könnyen tudom hozni, vinni, tehát különösebben problémát nem jelent. Én hajlandó vagyok ezt így egyébként egyik helyről másikra húzolászni, csak azért, hogy tényleg azért legyen normális minőségű kép, normális minőségű hang. Ez egyébként csak a másod kamera, ugye az előbb arra csacsogtam felétek, majd mindjárt fogok ismét. És akkor ugye a régi tableten keresztül pedig tudom nyomon követni az eseményeket, látom azt, hogyha esetleg megszakad a jel, látom azt esetleg, hogyha írtok, és akkor válaszolni kell, valamilyen kérdés merült fel. Közben én még, hát erre nincs ráírva, én már a múltkorában is kerestem, mert nem vagyok biztos a típusban, nem akarok hülyeséget mondani. Nincs ráírva, tehát a TP-Link, de nincs ráírva egyébként az, hogy mi a típusa ennek a routernek, de mondom, valami ilyesmi néven fut. Egyébként, ha ilyet láttok, hogyha rákerestek a Google-ban a képen, akkor az lesz az. Mondom, valami MS-7000, vagy 7200, vagy TS, vagy P, nem tudom, valami ilyesmi. Itt van egy másik mikrofon, amit én a tesótól kaptam, amiben én már gondolkodtam korábban, de igazából mégsem volt rá különösebben szükség, éppen ezért nem is nagyon foglalkoztam az ilyen típusú mikrofonokkal és rendszerekkel. Ugye ennek az a lényege, hogy van egy vevője, ennek a vevőnek konkrétan van egy almás, meg van egy USB-C-s csatlakozója, tehát ezt, hogyha ide beledugom és bekapcsolom a hozzátartozó egyik mikrofont, ez ugyanúgy egy töltető dobozban foglal helyet, itt van egy másik mikrofon is hozzá. Én ide ragasztottam egy két oldalú ragasztóval a detketet, tehát ezt a szőrmókot, a macskát, a halott macskát, hogy ugye szélzajos ne legyen a történet, és akkor ezt ugyanúgy lehet használni. És kivételesen, azért nem akartam én ilyenekkel foglalkozni, mert kivételesen ezt viszont felismeri a Samsung. Tehát egy az egyben ezt a mikrofont, majd mindjárt beszélek egy kicsit róla jobban, ezt tudom használni ezzel a telefonnal. És ez most nekünk, hogy miért is fontos? Hát csak azért, mert... Na, ilyenkor, mikor kisüt a nap, macskány, menj már innen. El innen. Sitz. Ilyenkor, mikor kisüt a nap például, ugye jó, hogy ezen van egy úgynevezett ND szűrő, ami egy... Azt szokták hasonlítani, hogy ugye ez a kamerának olyan, mint egy napszemüveg az embernek. Tehát ahhoz, hogy normális értékelhető képet kapjunk. És mondjuk ilyet egy-egyben a telefonnal nem tudok csinálni, bár biztos arra is lehet már ND-szűrőt kapni. Én nagyon mondom, ezzel nem akartam foglalkozni. Szóval, hogy miért is fontos nekünk most ez a másik mikrofon, amit kaptam a tesótól, aki most így fő szponzorrá lépett elő.
Azért, mert én arra gondoltam, és akkor itt térünk rá a mai élőzésnek a témájára, hogy én szeretnék egy próbát tenni egy sokkal egyszerűbb szerkezettel, úgyhogy egy az egybe a telefont fogom föltenni az állványra csak, és közvetlen a YouTube-on keresztül kívánok majd próbát tenni az élőzéssel. Ugyanis régebben volt, és most néztem is, még mindig van az a lehetőség, régen lehetett ugye kétfajta élőzést csinálni a YouTube-on, egy az egybe ugye egy kamerán keresztül, a telefonnak, az eszköznek a kameráján keresztül, illetve van egy olyan opció, egy úgynevezett gamer vagy gaming opció, aminek az a lényege, hogy az eszköz kijelzőjét mutatja egy az egyben. Tehát akkor, amikor valaki játszik, és azt közvetíti, mert ilyenre is van igény ezek szerint, akkor azt tudja egy az egyben élőben mutatni. És én ezt szeretném kipróbálni, és azért nem a kameráját akarom használni egy az egyben a telefonnak, mert mondtam, hogy pocsék, értékelhetetlen, 30 fps, totál, túl szaturált, olyan szinten kontrasztos, és szóval hanyagolható, viszont, mint mondtam, az Open Camera nevezetű applikáció, az azért egy sokkal jobb képet eredményez. Tehát nekem az lenne a terv, hogy akkor én belépek a YouTube-ba, ezt a gamer opciót választom majd élőzésre, és akkor a telefon képernyőjét fogja nekem egy-egyben leközvetíteni, tehát én akkor belépek ebbe az Open kamerába, és onnan fogom majd a képet közvetíteni, a hangot remélhetőleg pedig ugye ennek a mikrofonnak a segítségével fogom tudni majd szintén akkor megoldani, és akkor így megvan oldva az, hogy valamennyire értékelhetőbb, nem pont ugyanolyat, mint ez, de értékelhetőbb, normális képminőséget tudok majd leadni, és egy olyan hangot is, aminek köszönhetően el tudok távolodni, hát x méterig ugye az eszköztől, és ezt szeretném én ma kipróbálni. Tehát most délután egy olyan 4 órára gondoltam én, tehát most március 31-e, ezt most azért gyorsan összevágom, feltöltöm, hogy esetleg lesipuskások vagytok, meg ha van rá időtök, és nem vagytok nagyon elfoglaltak, akkor még meg tudjátok nézni, és ezáltal be tudtok majd csatlakozni az élőbe, hogy ezt fogom kipróbálni most március 31-én délután 4 órától. Szerintem maga ez a rendszer így működhet, ami ezt a részét illeti. Itt egy dolog az, ami közbe szólhat technikailag, szerintem közbe is fog, ez pedig a Vodafone. Ugyanis én azt fogom megcsinálni majd, hogy akkor lehet, hogy azt a tegnapi útvonalat bejárnánk egy kicsit, megnézzük, hogy hogy működik, vagy lehet, hogy itthon fogok molyolni, mert kéne csinálnom jó néhány dolgot amúgy. Szóval az a lényeg, hogy mozgásba legyünk, és akkor meglátjuk, hogy a Vodafone mit produkál. Attól tartok egyébként, hogy sajnos az megint tönkre fogja tenni majd az egészet. Ezért arra gondoltam, lehet, hogy privátba kéne ezt az élőtesztet nekem megcsinálni, megnézni. De hát, hogyha meg privátba csinál, na mindegy, lényegtelen. Akkor már idegeskedjetek ti is velem. Szóval szeretettel várok mindenkit néhány órával később majd. Úgy nagyjából ennyi lett volna, amit el akartam mondani. Ha ezzel kapcsolatban mondom, akkor van információtok, hogy esetleg hogyan lehetne néhány technikai dolgot áthidalni, néhány olyan problémát, amit jelentkezett, akkor várom nagy-nagy szeretettel a kommentben az ezzel kapcsolatos jelzéseket, mert ugye ez a videó végül is ezért született meg, hogy akkor beszámoljak róla, hogy pontosan miből is áll a cucc. Hogyha kihagytam valamit, akkor pedig kérdezzétek meg, de azt hiszem, hogy amit kellett, azt úgy nagyjából elmondtam. A kutya kaját megkidobom, mert ezt meg nem eszi. Ez is egy maradék, de ezek szerint valami olyasmit tartalmaz, ami egyáltalán nem megy neki. Na, menjetek BKV-val. Én megpakolhatok el. Ezt még visszarakom tölteni. Annyi hátránya van egyébként ennek a mikrofonnak, ami egyébként ennek a mikrofonnak is hátránya ugyanúgy, hogy amikor rajta van ez az úgynevezett dead cat, tehát ez a szőrcsomó, ami a szélzajt hivatott ugye megszüntetni, hogy akkor nem lehet belerakni a dobozába. Tehát ezt mindig le kell venni róla. Tehát azért is választottam ezt a maszek megoldást, hogy egy kis zacsiba, egy két oldalú ragasztóval ide ragasztottam ezt a detketet, és akkor így bármikor elérhető, mégis egybe van a dobozával. Ezt is tudom hozni, vinni magammal. Ugye mindig van nálam egy kis táska, akárhova is megyek, és akkor vagy most jelen esetben csak ez, hogy azért az alapvető dolgok mindig nálam legyenek, úgyhogy ezért is jó, mert kicsi, kompakt, elfér, akkor mondjuk ezzel szintén. És akkor lehet, hogy ha ezzel így működik majd normálisan az élő, mert nem fogok akkor a kamerával vesződni, csak akkor az állvány marad rajta a telefon, mikrofonnal, csak mint mondtam, nem olyan tökéletesen jó a hangminőségű ennek. Nem használhatatlan, nem lesz vele semmi gond, de azért mégsem olyan dinamika tartománya dolgozik, mint mondjuk ez, de hát mondjuk az ára se ugyanannyi, tehát ez ilyen 8-10 ezer forint volt ez a szett,
de így is csoda, hogy talán a Samsung képes felismerni, és azt mondja rá, hogy igen, használható, és értem, hogy mit akarsz. Úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy délután mennyit fogok megint idegeskedni, már alig várom. Na, BKV! Ja igen, meg azért van most ez a sok videó, mert most azt hiszem, körülbelül egy 2 órával ezelőtt láthattátok a krumplist, hogy feltöltöttem. Nem is igaz, nem feltöltöttem, hanem mára ütemeztem. Csak aztán, ugye tegnap volt az élő, gondoltam, hogy ütemezem inkább holnapra, de az igazság, hogy a heti off-grid is fel kéne, hogy kerüljön, mert az erre a hétre vonatkozik. Szóval azt beütemeztem valamikor ma a dél környékére, vagy 11-re, nem tudom, mivel fel is töltöttem. De mivel most az élőzés ilyen szerencsétlenül alakult az egész, ezért akkor úgy döntöttem, hogy gyorsan, mivel jött egy ilyen komment, akkor ezt a videót megcsinálom. De mivel szeretnék akkor így a másik konstrukcióval csinálni egy élőpróbát, akkor most azt is feltöltöm, úgyhogy most dőzs, el vagytok látva, annak ellenére, hogy gondolom, mindenki el van foglalva, mert várja a sok locsolót. Na csak várjátok. Na, BKV.